Nyári szokásokat megtartva összegyűltek a Mözsé Nyugdíjas Klub tagjai, hogy közösen eltöltsenek egy délutánt ételek, italok és kulturális programok társaságában. Ez a mai nap, mint ahogy látni is lehet, hát olyan 80 körüli személlyel vettünk részt. Hát ilyen kis zenés, térzenés, énekes, főleg ma ilyen énekprodukciókkal fognak föllépni, ahol hát a Decsi, férfi hagyományőrző kórus fog föllépni, a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekesei lépnek föl, akkor lesznek magánénekesek is, akik szólóba énekelnek, Kovács Maria, Lemle Mária, és akkor lesz egy kis színforta az egészben, ami már nem ének, de egy kis hastánc lesz itt, akit hát évek óta szokott nekünk táncolni, ilyenkor is, meg hát a farsangi rendezvényünkön is. Hát a mai nap ez körülbelül így fog lezajlani. Hát reggel kezdtünk, építettünk, mindent elrendeztünk, megfőtt a babgulyás, és hát most akkor az a kis műsor, és akkor hát olyan 7 óra körül akkor van az árás, zsátorbontás, és akkor az elpakolás, és akkor elköszönünk egymástól. Kisütött a nap a síkra, gyűnnek én utánam sírva. Ne gyűjjetek olyan sírva, katonának vagyok írva. A Decsi hagyományőrző férfi kórus sárközi népdalokat és műdalokat adott elő. Imre barátom már tavaly is meghívott bennünket, de akkor a Bátai és Sárközi lakodom miatt nem tudtunk eljönni. Most nagy örömmel fogadtulak el felkérést. A Decsi hagyományozó férfi kórus folyamatosan változik sajnos, hiszen már több mint 30 éve énekelünk együtt, és már néhányan már az égiek kórusában énekelnek, összesen 9-en. Most jelen pillanatban itt 10-en vagyunk, és most itt van a teljes kórus. Kvanduk Andrásné már 31 éve tagja a Mözsi Nyugdíjas Klubnak. A férjem volt az Imre előtt a Kvanduk András a Nyugdíjas Klubnak a vezetője, és én nagyon nagy részt vettem ki a kulturális programokba, mert a színjátszó csoportnak úgy gondolom, hogy oszlopos tagja voltam, meg vagyok a mai napig is. Nagyon szeretem ezt a közösséget, mert nagyon összetartóak vagyunk, egy mindenki ér, mindenki egyér, és nagyon családias hangulatok a kirándulások is, és maguk ezek a rendezvények, akár itt az udvarban, vagy egy évben háromszor van rendezvényünk, vacsorás, egy a farsangi, akkor van egy 2 órás előadásunk a színjátszó csoportnak, annak mindig nagyon nagy sikere van, és akkor van májusban egy majális, akkor ilyenkor van ez a sátoros, és novemberben van egy nótaénekes. És hát ha lehetőség van rá, akkor szervezünk kirándulásokat. Találják meg mindig azokat a vezetőket, akik összetartják a közösséget, és egy ilyen hasznos csapatot tudnak kovácsolni a településük érdekében. A klub számára Berta Zoltán Tolnaváros alpolgármestere Tolnaváros-ért civil díjat adott át. Ezt az elismerést ők vették át először. Önkormányzatiság oldaláról láttuk ezt, hogy nagyon sok olyan közösség van a városunkban, aki élettel tölti meg a tereket. Nagyon sok olyan közösség van, aki igazából kihasználja azokat a lehetőségeket, amiket a város tud nyújtani, egy művelődési központ, egy szabadidő központ tekintetében, de ahhoz, hogy ott programok, események legyenek, ahhoz, hogy az emberek egymásra találjanak, közösséget építsenek, ahhoz ezekre a civil közösségekre van szükség. És létezett Tolnavárosnak az év civil szervezete díja, de nem létezett az a díj, amelyik elismerné szélesebb körben ezeket a civil kezdeményezéseket.
Ennek apropójából tavalyi évben kezdeményeztem Tolnavárosért civil díj alapítását. Ez a civil díj adható mindazoknak, akik nem bejegyzett szervezetek, lehet ez magánszemély, baráti közösségek, vagy egy olyan klub, mint a Mözsi is, akik hosszú-hosszú éveken keresztül sokat tesznek azért, hogy a helyi közösségek szerveződjenek, ezek a helyi közösségek egymástól gondoskodjanak, és hát azt kell, hogy mondjam, és nagy szeretettel köszöntöm a Mözsi Nyugdíjas Klubot, mint az első tolnai, ez Mözsi civil díjas baráti közösséget.